Egész napos jótékonysági programot szervezett az Egész évben adni jó alapítvány. Ennek apropóján közel 50 somogyvári kisgyermeket láttak vendégül a Festetics Imre Élményközpontban Gyenesdiáson. A rendezvény legfőbb célja volt élményt nyújtani olyan gyermekeknek, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Kapnak egy olyan napot, szerintem, amikor valóban gyerekek lehetnek, mert nagyon sok gyerekről tudok, ugye az elmúlt 15 évem alatt, akiknek nagyon gyorsan fel kell nőni, testvére vigyázni, tehát sorolhatnám, és itt most mindenki gyerek lehet. Itt most mindenki azt csinálhat, amit akar, nem tudjuk őket kirobbantani a kreatív sarokból, és pont azért, mert ő itt gyerek lehet. És nekem ez a cél, hogy ugye mindenki egy napra elhagyjon minden rosszat, és csak jó, boldog pillanatokkal menjenek haza. A nap során számos programon részt vehettek a gyerekek. Többek között kreatív foglalkozások, régi hagyományos játékok és élménypark látogatás is szerepelt a repertoárban. Somogyvitjáról érkeztem, és Somogyvára mentünk, és innen kezd helyére jöttünk busszal, és nagyon jól éreztünk magunkat. És volt jó kaják, minden. Labdáztunk, meg tollasoztunk, beszélgettünk, gyormáztunk, és ilyeneket csináltunk. És hogyan is érzed itt magad? Nagyon jól érzem magam, és örülök, hogy itt lehetek. Az alapítvány és az élményközpont már évek óta szorosan együttműködik, hogy minél több gyermek arcára mosolyt csaljanak és élményeket nyújtsanak a rászorulók számára. Az Egész évben adni jó alapítványal most már évek óta nagyon jó a kapcsolatunk. Mondhatom azt, hogy szinte Melindával napi szintű a kapcsolatunk. Évente kétszer voltak nálunk az előző években. Remélem ez a jövőben még a többszörösére fog nőni ezek a találkozások. Ez mindig nagy öröm, amikor ilyen gyerekeket itt vendégül láthatunk, illetve hogy megmutathatjuk itt nekik a parkban élő állatokat, a mi kis közösségünket itt. Úgyhogy remélem, hogy lesz még sok ilyen alkalom. A kreatív foglalkozások közül a csillámtetoválás és a hajfonás is népszerűnek számított a gyermekek körében. Élményekből és finom falatokból sem volt hiány a nap folyamán. Így a gyerekek feltöltődve és teli pocakkal térhettek haza az Egész évben adni jó alapítvány programjáról.